Anima Muzicé kamarazenekar 2010. februárjában alakult G. Horváth László vezetésével. A vonós kamarazenekar diploma előtt álló vagy korábban végzett zeneakadémistákból áll. Az ifjú muzsikusok álma egy egységes hangzással bíró együttes létrehozása, mely az alkalmi szereplések egyenetlen színvonalát a zene szeretetéből fakadó minőségi munkával kívánja felváltani. Szakmai motivációt elsősorban Rolla Jánostól, a világhírű Liszt Ferenc Kamarazenekar művészeti vezetőjétől kaptak. Rolla János a kezdetektől figyelemmel kíséri és támogatja a zenekar munkáját. A zenekar fél év komoly felkészülés után az Óbudai Társaskörben 2010. június 20-án megrendezett nagy sikerű koncerttel megtette az első lépést afelé, hogy új szint hozzon a magyar zenei életbe. Klasszikus zene értékőrző és közösségteremtő erejébe vetett hit és elkötelezettség tükröződik az együttes névválasztásában is. Anima Muzicé, a zene lelke.